Nos, itt két programunk van ezzel a kereskedelmi bankkal, amit ez a kereskedelmi bank finanszírozott. Az egyik az I Like Velo, amelynek a telepe a sportcsarnok előtti téren volt, illetve a Student Bike, ami a Györfalvi negyedben, a bevásárlóközpont parkolójában, illetve a Diák negyedben működött. Annak idején, két évvel ezelőtt, amikor elindult ez a program, akkor a szerződésünk értelmében biztosítottuk a közterületet, és semmit nem számoltunk fel ennek az ügynek a működtetése érdekében, ők meg ingyenesen biztosították minden érdeklődő számára a biciklit és a biciklizés lehetőségét. Néhány nappal ezelőtt egy olyan igényen álltak elénk, hogy fenntartanák a diákok részére az ingyenes bicikli hozzáférést a Student Bike esetén, de az a szándékuk, hogy felnőttek részére egy térítési díjat kérjenek a bicikli használatra. Ezt véleményem szerint teljesen természetesen visszautasítottuk két okból. Az egyik, hogy a megállapodásunk értelmében nem volt ilyen kitétel, még egy bizonyos határidő után sem, hogy egy idő után ez térítés díjas lesz ez a szolgáltatás. Másrészt az volt a javaslatunk, hogy rendben van, akkor mondjunk le az I Like Velo programról, és szélesítsük ki a sportcsarnok elé is a Student Bike-ot, és folytassuk továbbra is ingyenesen. Amennyiben itt néhány napos határidőt kértek, hogy itt az illetékesekkel ezt a problémát megtárgyalják, mert fontosnak tartják reklám szempontjából ezt a lehetőséget. Viszont azt is közöltük velük, hogy ez idő alatt mi megpályáztunk uniós forrásokból finanszírozandó ingyenes bicikli használati programot, amit mi meg is nyertünk. Aminek az a lényege, hogy, és ez egy 11 millió új lejes projekt, aminek az a lényege, hogy egyrészt bicikliutakat építsünk Kolozsvár és 120-es Kolozsvár és Apaida között, de ugyanakkor létrehozzunk egy olyan ingyenes bicikli használati programot, amihez mindenki ingyenesen hozzáférhet, nem 3, hanem 50 lerakó helynek a létrehozását vállaltuk és vállaljuk be ezen program keretén belül. És ennek a programnak a közbeszerzési eljárását mi már megtartottuk. Körülbelül két héttel ezelőtt most folyik a beérkezett 3 ajánlatnak az elbírálása. Néhány napon belül valószínűleg nyertest is fogunk hirdetni. Reméljük, hogy nem lesz fellebzés, de ezt se zárhatjuk ki. És akkor, amikor lezárjuk ezt a közbeszerzési eljárást, akkor nagy valószínűséggel lesz egy olyan ingyenes bicikli használati programunk, ami ingyenes lesz, bárkinek szól, és a város egész területén, illetve a környező településeken is működni fog. Az a szándékunk, hogy minél többen használják ismét a biciklit, minél többen használják a tömegközlekedési eszközeinket, és valahogy próbáljuk csökkenteni ezt a terhet, amit az autós forgalom jelent a belváros részének.